If you want me, you can find me, you can find me in the A. Szólt a kapcsolatot Ventivel. Ventivel, igen. Hát, pörgősi kapcsolat. Többet mond minden szónál. Nem igazán pörgött rád. Miért bazd meg, vagy mi van Alec? Kaszki a bát, fél! Dobd már vissza a fejvédőt. Halló? Másiknak jó a mellé. Várj. Hol? Ott azt a mondtam. Ezt figyú te. Jaj, de jó. Igen, mekkora mellbimbója van te neki. Ez lapos te. Ez van mit csinál? Fogja nagy fasz te. Na, te beszélsz. Vendég Béci, kérlek mutatsz közben a kamerának. Jókör. Mik az élményeid az edzőtáborról? Álmos vagyok. Kevés az alvás. De úgy... Edzősöket milyeneknek tartod? Kemények, lazák, lájtosak? De a fasz. Jók. És a kaja? Szar. Kurvára szar. Undorító. Fasz meg nem csinál. Te itt a környéken lakszom, igaz? Nem. Én kertváros. Külön földjén. Kit tartasz a legszarabb játékosnak? Most tudja a nevemet. Kettőt is. Mondja gyugodtan! Tudjam. Értem. Ilyen állás nekem még tudtam. Létezik-e olyan, hogy egy kutya megöl egy verebet? Inkább a verébe kutya. Vasárnapra mit főzzünk és süssünk? Pörkölt a kedvét. Súsleves. Nagyon félek a repüléstől. Milyen ötleteket tudsz adni, hogy... Egy gyíkocsi van. Egy hajlóban. Elköszönés. Hűha. Hogyan tudnék fogyni bővebben? Nézd, nézd, nézd. Sok felmondom.
a lovakkal kapcsolatos élményeimet kivel tudom megosztani? Lovakkal kapcsolatos? Kell mennem. Jó. Mi a horoszkópod? Iker. Van Iker ismerősöd? És hogyan tudok én hozzászokni minden nap a futáshoz? Sok szalonna. Akkor köszönjük szépen. Egy intést kérünk a kamerának. Búcsúzzal a kamerától. Tudod magad? Mi nagyon szép. Jó a társaság. Gómanék. El vagyok ott. Kell lennél több? Baseball pálya. Mit teszel, hogy? Ha már szexelni akarsz, de nincs barátod? Felhívom a Misi. Kanada is? Kanada. Értem. Biztos, hogy publikálják a YouTube-on? Voltál már terhes? Voltam. Három gyerekem van. És hogy hívják őket? Urbán, meg Attila, meg Márk. Sziasztok, Feri vagyok. Az úszas válogatott indul ki Csehországba. Az EB-re mit mondjak még? Hát mit vársz a csapattól, mit vársz magadtól, az esélyek, az első meccs? Hát hoztam 800 koronát, úgyhogy tudod, hogy be fogunk baszni legalább kétszer rendesen. Az esélyeink? Hát jó lenne, ha legalább egy meccset meg tudnánk nyerni. Az nem az első lesz. Vagy 7 órát, kurva kényelmet volt. 6-ot jöttünk, szar volt. És igazam lehet, hogy 45-50 perc. Izé, egy óra. A légkondi nem ment, meleg volt, hát a sofőr szarul vezetett. Jelen játszunk, te rendeltek egy holland időjárást ide. Mondhatnám is, hogy leszakadt az ég, mint láthatjátok, így esik. lehet hallani a vízcsepeknek a csógását. Nem kellemes. Hát most mondjam azt, hogy szar. Húzzunk meg, mint sehol. Mondom, ez a hatalmunkat. Lehet, odakint gyakorolnunk már. Itt állunk Slott Attilával, a magyar úszas válogatott sztárjával. Ő volt a meccsembere. Személyesen megválasztottuk. Slott, mondd el, milyen vélemény a mai mérkőzésről. Hú, hát szerintem a meccs legjobb momentuma az volt, mikor a labda mögé állhattam. És meséld el közelebb is ezt az élményt. És úgy 20 méterről. Középről. Kicsit az jobb oldalról. Belőhettem a labdát 3 pontért. Nagyon-nagyon szuper érzés volt. Nagyon szuper. És mi a, azt mondaná a többieknek, csak igazából két rúgásod volt. De igen, csak két rúgásom volt. Az egyik, a másik azért, mert 60 méterről rúgtam. Nem a saját tízesünkről rúgtam? A saját tízesünkről. Nagyon-nagyon 35-40 méter volt. Igen, rossz volt a pálya talaja, nem kockáztattam, biztosra mentem, és... De akkor miért nem ment be? Próbáltam. Hogy lehet biztosra mentem? És hát az irány az tökéletes volt, mert pont középre ment. Fél méter... Ja, tényleg az a hirtelen föltámadt cél visszapújt a kopó előtt, igen. Középre. A hátszélből véletlenül szembeszél, hát ez abszolút nem az a hibám. Meg azok a pucér, maláj, kurvák a pályaszélek, akik rohankáltak, nem szavartak, nem? Hát igen, hát az... Igen, szóval, tehát ő full back pozíció játszott, tehát egy pár foglást, nem nagyon jött össze, nem is hagytad.
Hát nem volt bennem annyi motiváció, nem éreztem úgy, hogy... Ez egy rugás, tehát te kérdemelted a meccs tárgyas címet, és akkor gondolod, hogy neked már nem kell fogni? Igen, én abban az egy rugásba beletettem mindent. Szégyen van! Felikém, azért te is kettőről lecsúsztál, gondolom, két-három. Én ezért úgy láttam, hogy... Sajnálom a küzdelmet. Én mindig játszottam vele. A fél idő utolsó céljában szerintem... A profikat már jobbat nem podcastatják, azért feltetták a szarokat. És a... Igen, Felikém, tehát felesleges voltál a pályán már a második fél időben. Nem felesleges. Nem tudtam, mit adottam a játékot. Minden számot hallom a családnak, a gyerekeknek, asszonynak. Legyenek rám büszkék, és... Ez a csapat, egy család, ez a csapat, egy család, pont. Köszönjük szépen, ez volt a TV2 Matiné, Slot Attilával, a sztárral, sziasztok! Sziasztok el! Szóval, Attila, ezt kifejtettük a előző riportunkból egy fontos kérdést, tehát mi most a mestár, és ez a hatalmas teljesítmény után megkérdezem, hogy a közelmúltban volt ez a Beach Rugby esemény. Hát ha jól tudom, kitettem a Kecskeméttől, ezüstérmesek lettek. Ugyan egy labdát szerettem, mint róla. Sajnos a Beach Rugby egy szar, mert a rugásokat kivették, és így nem volt esélyem pontot szerezni rendesen. De hát nem vágott neked nagyon a föltesz, hogy ezüstérem. Figyelj, nekünk egy három. Tehát döntőben a legszarabb kikapni. Odaadtuk. Nekünk ez nem volt fontos. Adottátok. Kecskemét is nyerjen valamit idén. Ja. Három pont. Passzolj! Na, jó! Sit leszek! Hopp! Menj már! Hát én ezt tenni! Bátti volt még féltől a kamerát! Gyere, gyere, akik ezt tenni! Féltél a kamerát! Gyertek! Kettem vagytok! Még mindig állok! Oké, okay, Petrov, itt vagyok! Itt vagyok, itt! Jön, jön! Gyere, gyere, gyere! Oké, és figyelj, gyere Gyufa! Kérem, itt kiapjátok! Gyere Attila! Gyere! Oké, megyünk tovább! Shit! Kérem, menjetek! Oké, kérem! Menj ki a szélén, menj ki a szélén! Belül! Oké. Szervusz, Jonathan! Üdvözlök! Pár szót kérdezhetek a meccs előtt? Természetesen. Mit vársz a meccstől, így látván az ellenfelet? Néhány tögöt között, 5 cél plusz nekünk, bővel emenő lettöket. Értem. Mit tartasz a csapat erősségének? Engem. Nem viccelek, ez halál komoly. A centereket. A fullbackünk is remek játékos, de nem látom még formában, de bízhatunk mindenkiben. Egyébként a 9-esünk jól fogja vezetni a tolongás, úgyhogy én az egész csapatban bízom. Szép, aztán inkább hogy tetszik az ellátás, maga az a szállás? Hiányoztak a sütik. Otthon Lyonban sajnos nem... Sajnos nincs ilyen választék, de a mennyiség ugyanebb. Úgyhogy nagyon örülök, hogy rengeteg gyümölcsöt és süti tehetek. Rendben, sok szerencsét kívánunk. Nagyon szépen köszönöm.
Jól mehet. Mehet. Áú! Mi a Drabi? Drabi? Te magad van? Te egy nagy fasz. Én leszarra. Olyan feszült voltál, hogy már le is lehetne szar. Mondom én neked, menj a francba. Máskor ne is gyere velünk, mert úgy olyan szar voltál, hogy nem is mondom, hogy mit. Most is le lettünk, hogy... Na, most is lent vagy az neten, az leszarra. Gyere. El vagy feszülve, mint a horgász Dami. Hangtalan volt, de azért megvúlt. Nacsicska, Aslóti, egy nacsicska, nacsicska, Aslóti, egy nacsicska, nacsicska, Aslóti, egy nacsicska, nacsicska. Mondd el, mi a véleményed erről? Jó, egy csak sok a köcsög. És mi a véleményed arra, hogy csicska volt? Puncit van. Szervusz Gergő! Sziasztok! Most a moldáv meccs előtt vagyunk. Úgy gondolom, hogy a szoros lett meccs után, amit épp hogy hoztunk, talán ez is egy szoros meccs lesz, és reménykedek abban, hogy ezt is hozzuk, bár a tőlük elég erős, és őszintén szóval szerintem számíthatunk a legrosszabbakra, de amit szerintem biztosan jól fogunk hozni, ez a 3-4 játék lesz. Tori hát meg nem tudom majd, remélem a meccs közben felkel, és a lehető legtöbbet hozzuk ki magából. Köszönjük szépen ezt a gyors értékelést. Hogy légy szíves, mondd el pár szóban, te milyennek láttad ezt az egy hetet? Hát, felettébb elképesztően jó volt veletek srác. Enyém volt a megtiszteltetés, hogy veletek töltöttem az egyetet. Pláne, hogy megismerhettelek titeket, sose fogom elfelejteni. Vannak jobb emlékeim, és vannak rosszabbak. A rosszabbak, hogy kikaptatok. Hát ez borzasztó. Nem tudjátok elkapni a labdát a pályán, de hát én nem értek hozzá, mert még nő is vagyok ráadásul. A jobb emlékek közé tartozik az, amikor nyuszit kergetettek a parkba. Az nagyon vicces volt. Mm. Az én voltam. Meg a Béci talán? Nem is tudom. Igen. Meg a Béci, igen. Már akkor bemutatkozott. Hát kb. Ennyi. Kit tartasz a csapat legnagyobb egyéniségének? Ó, ez maga a csapat egy baromi egyéniség. Szerintem így együtt vagytok a legjobb fejek. Amikor nagyon diplomatikus, nagyon jó. Igen, amikor egymást hergelitek a poénjátokkal. Uh-huh. Úgyhogy sajnos nem tudok kiemelni senkit, mert mindenki nagyon aranyos és meg nagyon nem... jó fej. Úgyhogy... Úgyhogy ennyi tömören. Akkor jövőre újra ugyanitt? Hát azt meglátjuk, mert én most azért vagyok itt, mert csak egy hét múlva kezdek el dolgozni. De hogyha gondoljátok, akkor bekérek majd a Hernández Amorózóval, vagy nem tudom kivel, Spanyolországból. Adriano, nekem aztán tök millió, hogy Szappan Opera neve van, és ide rendelem nektek ők, mert sokkal elégedettebbek vagyok. Nem tudom, milyen szolgáltatást kaptatok tőle, ami sokkal jobb volt, mint amit én nyújtottam, de majd még megbeszéljük. Rendben, köszönjük szépen. Én köszönöm, enyém voltam már tiszteltetés. Sziasztok, Feri vagyok.